Egyre nagyobb várakozás előzi meg II. János Pál pápa boldoggá avatását. Isten szolgájának tisztelete eközben elterjedt már az egész világon. Brazíliában is van egy elkötelezett tisztelője, Garanhuns püspöke Fernando Guimarães. Amikor 1980-ban Rómában tanult, a fiatal pap különleges küldetést kapott, ő taníthatta portugálul a lengyel pápát, aki első brazíliai útjára készült akkoriban. A pápával való kapcsolata folytatódik később is, amikor a klérus kongregációban dolgozott Rómában. Ma Fernando Guimarães hálával emlékezik vissza II. János Pálra. Conservo do Papa João Paulo II. II. János Pálról mély benyomást, emléket, a csodálat egy igen mély és örök érzését őrzöm szívemben. Un padre santo e un modelo de bispo, no qual nós todos podemos nos inspirar.